Vádlottak padján voltam. Tény is való, de büszke voltam rá. Büszke voltam rá. 4 hónapos korom óta vagyok állami gondozásban. 10 éves koromban kezdődött el az a történet, amikor bántalmaztak minket, mint fizikálisan, mint mentálisan. Akkor tudtam, hogy gyermekül képviselőnek lehet szólni, megkérdeztem, hogy ezt lehet-e, vagy szabad ilyet csinálni ők, és mondta, hogy nem, ennek lesz következménye. Akkor megnyugodtam, hogy akkor lesz van remény, és akkor nekünk majd segítenek. Mert hogy nem én voltam az egyedüli áldozat ebben a történetben. Másnap szóltak, hogy jelenjek már meg az intézmény vezetőjénél, hogy beszélgessenek velem egy kicsit. Akkor kaptam egy leszidást, hogy milyen alapon szóltam. Tulajdonképpen beletörültünk ebbe a helyzetbe, hogy nem tudunk mit csinálni. Bennem nem fogalmazódott meg tulajdonképpen a szökés, de lehet, hogy nem is baj, hiszen hát nagyon sok probléma lett volna ebből, hogyha én elszökök, akkor lehet, hogy nem kaptam volna meg az otthonteremtési támogatást, és ezzel egyúttal lehet, hogy ügyem is lett volna. Betöltöttem a 18. életévemet, kaptam egy utógondozót, nagyon örültem neki, kedves volt, aranyos volt, mosolygott mindig, és nagyon megszerettem. Mert tulajdonképpen ellopta a felhalmozott családi pótlékomat, azt az úton, hogy a saját nevemre lekötötte ezt a pénzt, ehhez nem lehet nyúlni. Az intézményvezető feljelentett becsületsértésért, azért jelentett föl, amiért én feljelentettem az intézményt, hogy a pénzlopás, a bántalmazások és egyéb dolgok. Ugye kitiltottak a gyermekvédelmi központból, mert ugye én lakásotthonos voltam, azért nem mehettem be oda, én tudtam, mert hogy a gyerekek folyamatosan jöttek hozzám, hogy Norbi, ez a probléma. Az első érzésem az volt, hogy megfutamodott Nagy Csaba. Ő azt hitte, hogy erősebb, mint én, pedig nem. Jó érzés volt, de volt bennem egy üresség. Az az üresség, de hát mi lesz a többivel? Én tudom azt, hogy eltelt nagyon sok év azóta. De hát azok a nevelők mindig ott dolgoznak, akik engem neveltek, és az az intézményvezető, aki tulajdonképpen megkeserítette az én életemet. Most végzős hallgató vagyok, ezzel szeretnék majd foglalkozni a jövőben is, tehát a gyermekvédelem területén azok a gyermekek, akik ott nevelkednek ezekben az intézményekben, ne történhessen meg ugyanaz, amik velem történtek meg. Nagyon sok álmgondozott gyereknek is azt mondom, hogy merjen kiállni.